Fél éve 2018 nyarán vezette be a kormány az online számlázás rendszerét. Ez szerint a legalább 100 000 forint áfatartalmú számlákat a kiállítónak azonnal jelentenie kell a NAV-nak. A cél a bevezetéskor a gazdaság fehérítése volt. Most úgy tűnik, az új szabályok még a kormány várakozásainál is jobban fehérítették a gazdaságot. A pénzügyminisztérium jelentése szerint ugyanis az online számlázás bevezetése után 2018 harmadik negyedévében közel 17%-kal nőttek az állam áfa bevételei az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a növekedésben nem csak az online számlázás játszott kiemelkedő szerepet. Elsősorban fejlődött is a gazdaság, a magyar gazdaság az elmúlt pár évben. Egész Kelet-Európára jellemző az, hogy a gazdaság lendületben van, sokkal gyorsabban nő, mint a nyugat-európai gazdaság. Persze hát a lemaradásunk is volt, tehát van mit bepótolnunk. A kamara elnöke úgy véli, Magyarország egyébként az áfa területén tetti gazdaságfehérítő intézkedések terén európai szinten is élen jár. Korábban eléggé káoszos helyzet volt, ezt sikerül lassan helyre tenni, és valójában eznek a bevételei jelentkeznek a költségvetésbe. Hihetetlen nagy összegek jelentek meg így, és ez természetesen lehetővé teszi azt is, hogy hát a gazdaság fejlődjön, illetve egyéb területekre is nagyobb összegeket lehet költeni. Tavaly egyébként összesen több mint 403 milliárd forinttal nőttek az állam áfa bevételei a 2017-es adatokhoz képest.